Ez tulajdonképpen a Petőfi Irodalmi Múzeum írt ki egy kiállítást a Petőfinek, már nem tudom hány éves jubileumára. Elkezdtem úgy globálisan gondolkozni Petőfiről, meg az egész korszakról. Ez egy huszáratak. Itt a lényeg az, hogy belelovagolnak a vörösbe, azt nyomják el, a reményt húzzák, és a fény az velük van. És a Petőfinek ott van egész halványan a portréja. És itt beleszőttem az apámat is, mert az apám az huszártiszt volt, első világháborúban szolgált, lótenyésztési főfelügyelő volt, ami tábornoki ranggal járt, és hát mi is lovagoltunk gyerekkorunkban. Számomra egy nagyszerű ember volt, azzal együtt, hogy a kommunizmusban nem volt sehogy se lehetőségünk. A lényeg az, hogy a tihanyi kiállítás után jöttünk haza, mert meg voltunk hívva valahova. Allensteiget útba ejtettük, és Allensteigbe ott volt a Háger családnak egy vára, amit én sose tudtam, hál' Istennek a kommunizmusban, csak miután a papa meghalt, és hát elmentünk az Andrással, a férjemmel megnézni, hogy ez mi, van-e még, vagy nem, és volt. Borzasztó becsbe tartják a Háger család emlékét, nagyon megörültek, és hát azok ott kegyurak voltak, és rengeteg jó dolgot építettek, kórháztól kezdve, öreg otthonig, mindent. Ez a 1500 körül volt, mindegy, nagyon régen. És hát szóval erről a papa nem beszélt, mert azért nem beszélt, azt mondta, hogy ne attól legyünk valakik, hogy honnan származunk, hanem hogy mit teszünk le az asztalra. És ennek én egész életemben örülök, mert talán ő már fönt az égből, talán most már látja, hogy valamit letettem. A te hitbeli indítatásodat otthonról hozod? Hogyne, igen. Igen, de érdekes módon az apám családja az evangélikus volt, de a papa, amikor összeházasodtak a mamával, akkor ő reverzálist adott, és ő is katolikusnak áttért, úgyhogy ne legyen probléma, a gyerekek jönnek. Volt egy nővérem, és én voltam a kisebb, és nagyon szeretett volna a fiút, de nem lett. Úgyhogy így a Háger család, ami egy elég régi család, kihal velem. Te sokat vándorolhattál gyerekkorodban az édesapád foglalkozása miatt? Igen, voltam mindenféle iskolában, jártam az angol kisasszonyoknál, kezdtem az elemit, akkor lenne egy falusi iskolába, Őrkényben. Az nagyon érdekes volt, és ott nagyon szerettem, és a tanító bácsit nagyon szerettem, mert az egy végtelen rendes ember volt, és nagy tudású, hogy 4 osztályt egyszerre tanított. Minden padsor egy másik osztály volt, így a 4 elemi osztály, hát az ott volt egy időbe, és a tanár úr az mindenkit először odaadta az egyiknek a leckét, vele foglalkozott, akkor annak adott valami elfoglaltságot, akkor a másikkal, szóval egyszerre tudta elintézni a 4 osztályt, fantasztikus volt, de ott még volt ám rendesen verés is,
körmös, pacsi és fenekes, ez ott divatban volt falu, és az én apám az megmondta a tanítónak, hogy mindent be ugyanúgy, mint a falusi iskolásokkal, úgyhogy nem kivételezni, mert ez nem tűri, hogy kivételezzenek velem. Úgyhogy én is kaptam körmöst. Igen? Rossz gyerek voltál? Hát nem, egycsintalan voltam, igen. Nem voltam. Mindig kuncutkodtam. Ez még a régi rendszer volt, az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola. Főiskola volt, meg akarták szüntetni, hogy akadémia legyen, és akkor áttesznek minket az iparrajzra, ami most a képzőszeti gimnázium, de akkor mi tüntettünk, meg nem tudom én mi, és így még két évet hagytak, hogy akik a régi rendszerbe tanultak, akkor azok még végigcsinálják, és így én tulajdonképpen és különbözetét kell tenni, a hiányzó évből, és én így végeztem el, még pont a kitelepítés előtt az iparművészetit. Hogy történt a kitelepítés? Hát az 51-ben, előző nap kaptuk meg a cédulát, másnap reggel jött a korán a teherautó, lehetett vinni egy szekrényt a családnak, mindenkinek egy széket, mindenkinek egy ágyat, kész. És hova vittek titeket? Csorvásra, ez Békés Csaba és Orosháza között, egy tanyára küldtek minket. Oda kerültünk a faluba az evangélikus paphoz, a pap nem volt otthon. És gondoltátok, hogy ez szerencse? Ez szerencse, és a papné borzasztó kedves volt, és hát az egyik ilyen, milyen szobának hívják, ilyen vendégszoba. Abba kerültünk, de egy hét múlva hazajött a pap, és mint kisült ezt, hát minket onnan kidobtak. A pap azt mondta, hogy kitelepítettet nem tűr meg a parókia területén, és akkor bekerültünk egy borbély műhelybe, ahol azt hitték, hogy kinyitott, és jöttek a falusiak, hogy lehet borotválkozni, vagy üljön le, vagy én megborotválom. És a pap, hogy egy pap kidobott titeket? Hát evangélikus pap, aki kisült, hogy a Rákosinak volt a besugója. Ott téglát vettem, meg kubikoltam, meg 6 méter mélyről homokot termeltünk ki, lépcsőzetesen. A kitelepítésben, igen. Igen, úgyhogy ott egyáltalán nem lehetett a szakmával foglalkozni. 13 helyen voltam állásban már ilyen rövid idő alatt, míg kitelepítettek, és akkor volt egy kis nyugalma. Ja, akkor lehetett téglát hordani, és egyebek? Hát akkor már a káder nem zavart, ugye, mert itt mindig az volt, hogy kaptam egy állást, akkor az operaházból is például ott voltam kosztümfestő, többször behívtak, ilyen szerződéses, és akkor jött egy új pártitkár, és akkor az lehívott, és akkor káderezdi, és addig, míg hát mondtam, hogy mi volt a papa, ettől úgy dübegurult, hogy azt mondta, hogy nem is mehetek vissza a kollégákhoz, mert megfertőzöm őket. És addig nem fertőztem meg. Hát szóval ilyen stupidok voltak egyesek. Ez mondjuk az embernek a félelmét fokozta, hogy már megint ki fog jönni, és ki fog az emberbe belekötni, és kinek leszek én útjába, és közben az apám meg egy áldott jó ember volt, mindenkin segített. Képzeld el, hogy ostrom előtt, ugye jöttek a nyilasok pár hónapra, és az összes
na, nyugdíjast behívták, az összes nyugdíjas katonát, és az én apámat is behívták, és Levente parancsnoknak valahova ide a felvidék, fölső Magyarországra, Nógrádba, valahova kellett menjen. És mit csinált az én apám? Egy hét múlva fogta, azt mondta ezeknek a Levente gyerekeknek, ide figyeljetek, nektek a, még a mama mellett a helyetek, menjetek haza, föloszlatta az egész tábort, képzeld el. És hát hazajött, ez életveszélyes lehetett. Az is volt. Annyilas és időben. Úgy jött haza, hogy két napra rá összecsukódott a gyűrű a Budapest körül. Igen. És ettől menekült meg az apám, mert főbelőtték volna. Azért örültem mindig, hogy hitem volt, hogy a nehézségek nem hatottak annyira a mélyemre. Volt mikor igen, de... Mikor volt a Nagy Imre után, ugye volt a szabadulás, hát mi ősszel, vagy később kaptuk meg a levelet, ezt úgy sorba adták a szabaduló leveleket, de hát nem lehetett Pestre jönni, mert ki voltunk tiltva Pestről, még rendőri felügyelet alatt voltunk. Úgyhogy én Verőcére mentem, ahol az Andrásik szülei voltak. Férjed Gellei András. A Gellei András, igen. És akkor valahogy kérvényeztük, hogy a feleségnek a férjben lett a helye, meg mit tudom én, tudod, sose lehetett tudni, hogy merre megy éppen az a papír, és sikerül, és akkor hát engem fölmentettek ez alól, mint feleséget. Mert addig voltam Pesten, úgy jöttem, mentem, a táskában fogkefe, aztán hol itt aludtam, hol ott, hogy nehogy valakinek bajt hozzak rá, mert annak baja lett volna, hogy egy kitelepítettet. És neked veled mi történt volna, ha igazoltatnak, és kiderül, hogy kitelepített vagy kitiltva Budapestről? Nem tudom. Mi lett volna? Nem tudom, mert ez nem történt meg. Mindenből tanul az ember. Én gyerekkoromban is, amit csináltam, vagy hozzájutottam, vagy azt én mindent föl tudtam használni. Az ember az egész életébe, amit keresztül megy, azt mindent föl tud használni. És ha úgy veszed, hogy tanulod, hogy ez neked majd egyszer valamire hasznos lesz. Molnár Béla volt a tanárom. Az iparművészeti főiskolán már. Igen. Igen. És nagyon szeretett, és nagyon tehetségesnek tartott, és hát mondjuk ő segített vissza a szakmába, és akkor volt a textilfestő iparművészek alkotó közössége, és ez a Napuca sarkán volt, és hát ott kezdtünk, és ott többen voltunk kollégák, akiket még hát mondjuk most is a Szabó Marian, az, igen. Igen, meg a Szenet Zsuzsa, meg a vezető volt a Szupán Irén, meg, szóval többen voltak, csak mondjuk akiket még most így dolgoznak, és hát úgy volt, hogy egy kiállítást fogunk rendezni az alkotásainkból, de akkor jött az 56-os forradalom, a Kilián laktanyába, ugye ezek a nagy harcok voltak, a Napuca az ott van mellette. Igen, persze, közelében. Hát ezt is kilőtték, és hát így meghiúsult a kiállítás. És akkor lassan hát az Ibanszeti vállalat, és akkor ott festettem, megterveztem ilyen ruhaanyagokat, meg... Az önálló
textilművészi léted, az én bennem valahogy úgy él, hogy a 70-es években. Igen, jelenik stimmel. Meg Háger Rita, ilyen fantasztikus hullámzó, szobrászi igényű textilekkel, ilyen rusztikus anyagokból szőtt, font, kötözött textilekkel. Mi volt ez tulajdonképpen ez a korszak az életedben a 70-es évek? Nézd, én először ugye szültem két fiút, többet akartam, de nem engedték, mert hogy szívem kinyúródott a kitelepítésbe, de nem baj. Már a másodikat se akarták, de én azt mondtam, egy gyerek nem gyerek, úgyhogy hál' Istennek lett. Annak most 5 fia van a másodiknak, az elsőnek 4 gyereke, ott van 2 kislány. Úgyhogy én azt mondtam, hogy a gyerekeimet fölemelem, fölnevelem, és csak azután fogok visszatérni a szakmába. Dolgoztam, mert ugye kellett keresni, a egy fizetésből nem lehetett megélni, de vartam, meg festettem, meg szóval amit így, mit tudom én, iskolai idő alatt, ugye, amíg a gyerekek hát ott voltak, addig csináltam, és csomózott dolgokat csináltam, amit meg falun tanultam meg, egy paraszti, halotti leplet láttam, valami gyönyörű, ez ami ilyen 30 centi vastagon volt befonva a rótja, és az olyan hatással volt rám, hogy akkor, na ez nekem nagyon izgat, hol van ehhez valami forrásmunka, sehonnan nem kaptam semmilyen forrásmunkát, és akkor elkezdtem én magam. És mit tesz Isten, hogy törvényszerűség van a világon mindenhol? Én ugyanazokra a csomókra jöttem rá magamtól, minden forrásmunka nélkül, mint ami abba volt. Na most ez azért volt jó, mert nem volt rám hatással ennek a rendszere. Emiatt én nekem valami egész új jött ki. Kétféle csomóval kötöztem meg ezeket a munkáimat, amik aztán a Dorottya utcában voltak kiállítva. Hát ezek borzasztó nagy méretek, ilyen 5-6 négyzetméterek. Hát ez is hat. Akkor rájöttem arra, hogy én ezt a kötözöm, akkor duplán is tudom kötni, hogy lesz egy hátsó fele, de együtt, és ugyanakkor egy első fele is. És akkor, ami megint érdekes, hogy munka közben jön rá az ember újabb dolgokra. De aki dolgozik, az kap ilyen dolgokat. Úgyhogy én mindent magam csináltam, magam festettem, sőt, még ehhez a fonalat is mi csináltuk a férjemmel Verőcén. Ő mint egy kötélverő járt föl alá, és fonta hozzá Utahból ezt a fajta kötelet, mert nem kaptam ilyen anyagot, nem lehetett akkor kapni. Na most ez a munkám, ez a Teilhard de Chardin-nek a felívelés az Omega pontban, csak speciálit fordítva van berakva, ez 4 méter magas, itt most, tehát ez a Dunának a medre be van ez lefotózva. Hát úgy éreztem, hogy itt valahol úgy itt vagyunk emberek, úgy ugye itt kúszunk, itt a kis csomókba, és aztán egyszer csak majd elérjük az omega pontot, az emberiség. Ez a kitárulkozás, hát ez szintén óriási. 670x630. Ez a falon kúszik föl, és akkor így térbe ki tárulkozik. Na most ez azért érdekes, mert mindig jártam a metróba, és a metróba vannak ezek a vastag kábelek. És ahogy néztem ezeket a vastag kábeleket, úgy egymás mellett, azt időnként úgy széjjel mentek, időnként összement. Tulajdonképpen az adta nekem az ihletet arra, hogy én ezt csináljam. Ez a gondolkodó székek, ezt egy biennáléra csináltam, Szombathelyi biennáléra. Ez megülhető, ez is egy ilyen 6-7 négyzetméter, és ezt megvásárolták, és a Nemzeti Múzeumban van. De fönn a raktárban.
ezekre mind magamtól jöttem rá, és magam dolgoztam ki a dolgokat, úgyhogy hálás vagyok a sorsnak. Sose voltam kegyelt, nem csak a tiltott tűrtbe voltam, de egyszer csak meghívtak a lektorátusnál egy meghívásos pályázatra, hogy Fonyódon a Mátyás Király gimnáziumban kellene egy olyan textilt csinálni, ami a színpad mögött van, de ugyanakkor több mindenre lehessen használni, mert azt a termet a környék konferenciaterme, iskolának, tornaterme, mindenre használják. És hát megnyertem. És akkor volt a gondom, hogy hol csináljam meg. Na most annyit nem fizettek érte, hogy béreljek egy műtermet. Hát akkor mondta a család, hogy elköltözünk, meg a bútorokat, nem tudom, micsak, és itt a lakásba csináld meg, mama. Na és akkor hát megcsináltam, sőt, még a menyem is segített, mert itt fölhasználtam, szóval ezek borzasztóan vastag dolgok, ezek ilyen 10-15, 5 különböző átmérőjű, vastagságú ilyen oszlop darabok, ami be van vonva textillel. Hát ez itt látszik. A szobánknak a veranda ajtajára föltettem, és hát itt ki kell bővíteni. Na most jó, én tanultam szabni, varni, mikor sehova se vettek föl, meg nem adtak munkát, meg minden, de az ember mindent föl tud használni az élete során, amivel foglalkozott, vagy megtanult. És én miután szabást is csináltam, hát tudtam azt, hogyha kiszélesítem, akkor az ott szélesebb lesz, és ez így gyönyörűen kiborul a falon. És ezt a részt megint lesződtem. Ezek teljesen odaszorulnak a falhoz, csak a különböző vastagság miatt látszik domborúnak. Nézd, egy fonalnak is megvan a törvényszerűsége. Nem lehet kakofóniát csinálni, mert nem tűri. Csak annyit tudsz benne hajlítani, és kötni, és vele valamit kihozni, amit ő akar. Szóval azért itt kell egy nagyfokú alázat ahhoz, hogy az ember egy ilyet alkosson, mert nagyon kell ismerni a törvényszerűsét, megint ott vagyok, szóval fonalnak a tulajdonságát. És pláne ennél a kötözött dolgoknál ott ez nagyon kimutatkozott. De most ezzel a összeforródással volt egy érdekes dolog. Rendszerváltás. Nekem meghívták a munkáimat Franciaországba, Versailles-ba, és Párizsba, és külön kérték az összefonódást. Na most leírtam, mert ezt megvette Zalaegerszeg a házasság kötőteremben. Na most leírtam, hogy kérem a munkámat, mikor is, ha visszaírtak, hogy nem találják. Hát lekölött menjek, ezek várták, és kisült, hogy hát ugye rendszerváltás, hát minden Lenin, meg Stalin, meg mit tudom, mindenféle szobrot, meg jelvét, meg mit, bevágtak valamilyen sútba, egy ilyen izébe, és ott volt ez az én munkám, ami tulajdonképpen két pólus, az anima és az animusnak az összefonódása és a továbbélés. Semmi politika benne, semmi kommunizmus, csak ők azt hitték, mert hogy
narancs és arany színű volt, tehát ők azt hitték, hogy hát akkor ez íze, és oda csapták. Na, onnan megkaptam, és mondtam nekik, hogy ide figyeljenek, ha maguknak ez nem köl, akkor adják vissza nekem, mert én ez, nekem ez nem mindegy. Na persze, aztán már rájöttek, hogy azért ez köl, mert ha Párizsba hívják, akkor az mégiscsak valami, és akkor hát most már megbecsülik. De meg kellett restauráljam, mert hát ott szörnyű állapotban kaptam meg. De gondold el, hogy még a plakátjukra is ezt tették. Igen? Meg, Párizsba? Igen, meg Franciaországban mindenütt volt. És bemegyünk. Miért pont ezt kérték, ezt megtudtad később? Nem ez csak, de ebből a csomózottakból ezt. Nem tudom. Igen. Mert ez nekik valahogy az összekapcsolódás, az összhang, a... Igen, mert ezek különös munkák. Igen. Megismerkedtem a Magdaléna Abakanovicsal, a lengyel nagyszerű textilművész, igen. És ott láttam ezt a rusztikus goblen technikát, amit ő csinált, ez borzasztóan jó hatással volt rám. Hát Lengyelországba, Kováriba oda hívtak meg egy nemzetközi művésztelepre, és akkor ott a kovári textilgyárnak a hulladékából, ami a gépről levágják a szőnyeget, és akkor különböző hosszúságú ilyen, ez még mind abból van, képzeld el, ezek a gyűrött ilyen szálak, ami ten oldalt neked van, mert akkor adtak nekem egy ekkora nagy bálát, hogy hozzam haza, és akkor azzal még dolgozok, és akkor megint egy olyan figura volt, hogy én nem úgy tanultam a szövést, hogy goblen, és akkor a goblennél valami újat akartam. Nem tudom, nem akartam, vagy úgy jött. Én nagyon sokat foglalkoztam vallásfilozófiával, mert elvonultam. Mert ugye nehezen vettek vissza. Én soká nem dolgoztam a gyerekek fölnevelése miatt. Meg hát mondjuk tudták, hogy ki voltam telepítve, meg mit tudom én. Szóval nehezen tudtam visszakerülni. És akkor valahol megcsömörlöttem, elvonultam, és akkor foglalkoztam az egyházfilozófusokkal, és a meditáció volt az első. És a meditációnál, szóval ott jöttem arra rá, hogy én ezt a plasztikust sokat tudok mondani a nézőnek azzal, hogy az emberi élete ugye hullámzik, hol kicsit jobb, hol nehezebb, hol vannak bajok, hol nincsenek. Szóval, de hullámzik az életünk, meg sötétségbe vagyunk, de ha imádkozunk és magunkba fordulunk, akkor ott minden kivilágosodik, meg lesimul. És ezt próbáltam én a textiljeimmel elmondani. Sötétbe az ember a fényt erősebben látja. Ez a relief hatás, amit én csinálok, ennek megvan a... Titka? Igen, az, hogy ugye az életünk az hullámzik, és nehézségek között élünk. De amikor az ember fölfedezi a fényt, akkor besugározza ezeket a dolgokat, és az embernek a nehézségek, a betegség, a probléma, ez minden könnyebbé válik, megmarad, van, mert a világ ilyen, de nem mindegy, hogy fogom föl, és hogy kezelem. Hát tulajdonképpen eredetileg ezt a két munkát, a Keresztes Szent Jánosnak a filozófiájához készítettem illusztrációképpen. Az egyik a lélek sötét éjszakája,
című verséhez illusztrációképpen. Ez pedig a belső tűz, hogy az embernek önmagát belülről kell kifele égeti. Minden erre megy ki. Különböző formákban, de erre megy ki. A len, szál, az egész sima, és a juta, amit én beleszőttem még, az szőrös. Na most ez a kettőnek a találkozásánál, hogy ilyen kockásan szőttem meg, azáltal lobog, és ez hozza ki ezt a belső lobogást. A fény bennünk van, amit mi kaptunk akkor, mikor megszülettünk, az Isten belénk lehelte. És ez a fény az, ami a szeretet, és amit aztán ki kéne bontakoztatni. Egész életünkben azért élünk, hogy ezt helyrehozzuk, ezt a dolgot, és kifejtsük. Ezt a fényt akkor, mikor már megtapasztalta az ember, akkor tovább kell adja másnak, hogy az is észrevegye. Akkor eljött a Preiser Klári, és az azt mondta, hogy jaj, hát ezek gyönyörűek, és ebből csinálj kiállítást, úgy se kapok engedélyt. Na várjál, majd én kérek, és akkor együtt. És akkor a Vigadóba azt a nagy termet kaptam meg, és akkor 8 nagy alkotással, ezekkel a plasztikus alkotásokkal mutattam be, azokat mutattam be, és de hát elküldték a sajtót, szóval nem kaphattam sajtót, de hát nagy visszhangja volt a szakmában is, meg úgy egyáltalán ennek a kiállításnak. Mellesleg az összefogó címe az volt, hogy a lélek fejlődésének különböző állomásai, ezt adtam ennek a kiállításnak. Na és akkor ezt a kiállítás után jött ide ez a domonkos szerzetes Németország, a Mihály Elmás, akit egy barátnőm küldött ide éveken keresztül, hogy itt van egy őnek egy barátnő, aki szakrális művészetet csinál, ő meg azt mondta, jaj, hát olyan világos kék Krisztus rózsaszín mária galambok, tarara, és hát, hogy nem jött el. És akkor minden évben mondta, voltál a Rittánál? Hát, hogy nem, aztán nem bírta, tovább eljött. És akkor meglátta ezeket. Én tulajdonképpen a Vigadó kiállítást azért csináltam, hogy ebbe a, mert ez még a 80-as években volt, hogy ebbe a kommunista világba is próbáljanak önmagukba fordulni, az emberek kezdjenek el. Hát ugye nem lehetett tudni, hogy lesz-e rendszerváltás, vagy nem lesz. Úgyhogy hogy valahol a mélyünkről fölhozni azt, amiről beszéltem. És ezt megérezte ez a Márs is, Márs atya. Ő egy domonkos atya, igen. Igen, és meghívta oda, és mondom, miért nyugaton? Hát ott szabad a vallás, nincs tilalom. Azt mondja, igen, de itt a nihilizmus az dívik, és ezért nagyon fontos, de pontosan az költ neki, hogy ezek a munkák elgondolkoztatnak, és nem készen kapják, mert már nem kell a fiataloknak, hogy ott legyen a Mária, hanem ő maga képzelje bele azt, ami neki jó, és hogy ezek az én alkotásaim, ezek hatnak, hát én nem tudom, hogy, de hatnak. Úgyhogy azért is hívta meg, és ő pszichoterapeuta is, elvégezte a Jung Institútot, már a rendel küldte meg terere, de odaültetett betegeit. És képzeld el, hogy azok legnyugodtak, és a teljesen jó hatással volt rájuk. Úgyhogy én azt mondtam, hogy hála legyen az Úrnak, erről nem tehetek. Fantasztikus. De valami olyan, szóval ez egy akkora ajándék, hogy én azt mondtam, hogy nem kell nekem se díj, se semmi, ennél nagyobb
elismerést nem is kaphattam volna. Németországban volt egy kiállításon, és ott látták meg ezt a munkát, és mikor a Csendtermet Berlinbe csinálták 20 évvel ezelőtt. Hol? A Brandenburgi kapunál, ott van két ilyen őrház, és az egyik őrházból csináltak egy olyat, hogy a béke, hogy az ember önmagába forduljon, és lepihenjen, és hogy kihozza magából a jót, mert ott nagyon rémes dolgok történtek. 78 embert, vagy 79 embert ott a kapunál megöltek. Akik a berlini falon át akartak jutni. Menni, igen, és ott akartak valami emlékhelyet csinálni a németek, és ez ilyen ökuménikus, hogy a keresztények, a buddhisták, a zsidók, a muzlimok, meg hogy bőrszínre tekintett nélkül, szóval, hogy ott mindenki bemehet, és ott megpihenhet, vagy önmagába fordul, vagy imádkozik, vagy meditál, mindegy. És ez 20 éve ott él, és ez volt a szülő anyja. Csak akkor azt kérték tőlem, hogy ne kereszt alakba sugározódjon, mert ugye a többi vallásnak ez nem úgy mond, hanem úgy, hogy minden vallás megtalálja a maga örömét benne. És akkor megvolt a megnyitó, és akkor kijött a muszlim, azt mondta, hogy jaj, hát az az enyém, mert ott van a nap középen, akkor kijött a jezsuita, azt mondta, én látom, hogy ott van az ostya. Szóval mindenkinek megvolt az öröme, és én megint hálát adtam az Istennek. És ez 20 éve lesz jövőre lesz a jubileum, és már 15 éves évfordulón meg voltunk hívva, és akkor már 52 vendégkönyv volt teleírva, hogy ezt kéne sugározni, a békét a világba. Szóval hát ez egy nagy dolog. Arra vagyok büszke, hogy egy magyarnak van ott a munkája. Az a jó, ha te látsz dolgokat benne. Én nem vagyok az, aki ráerőszakolom a gondolatomat a nézőre, hanem hogy ő mit lát, hogy ő neki jó-e vagy nem jó. Hogyha itt átjövünk az apokalipszishez, itt is van fény, de itt mégis a sötét dominál. Meghívtak Angers-ba, Franciaországba kiállításra, és hát ott van a 13. századból az a nagy apokalipszis jelenések könyve sorozat, goblen sorozat. Egy egész óriási épület van erre létesítve. Amikor megvolt a megnyitó, oda jöttek emberek, és azt mondták, végre egy apokalipszis, amiben remény van. Hát így. Tehát így. Még úgy, itt hogy... is ott van a fény. És látod, kikülött állítsam ezért. Hát nem mi szabjuk meg a dolgokat, hanem úgy hozza a sors. Csak hagyni kell az embernek magát, hogy sodrodjon a jó felé. Miért fordultál a figurális dolgok felé? Nem tudom. Úgy éreztem, hogy tán kell.
Nem tudom. Szóval mindennek, érted? Szóval mindennek van egy határa. Egy idő után unalmassá válik, gondolom, az, hogy csupa non-figuratív. Hát ez a vágy, a remény az emberiségnek, megint csak a fény felé törekvés. Tudod, mindig azt mondom, hogy olyanok vagyunk, mint a vakondok. Mert a vakond is csak túr, 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 és akkor nem lát semmi, nem tudja, hogy mi jön utána. Hát mi is olyanok vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy a falon kívül mi van. De próbálunk haladni. És a kis vak szemünkkel nézünk, de mert vakok vagyunk ehhez, ami transzcendens, azt ki kell nyitni. Jézus elvitte a vakot, és kivitte a városból, és ott kevert sarat, és tette a szemére. És én ezt egy ilyen meditációba, egy szemlélődésbe, én ezt végigéltem, és akkor megkérdeztem Jézust, hogy miért kell ezt kivenni a városból, hát ott is megcsinálhattad volna, hogy lássak. És erre azt mondta, nem, mert a város zaja, meg a mindenféle elviszi az embernek a látását. Ilyenek van. Hát én egy ilyen meditáció alatt, ima alatt kaptam egy fényt. Ez egy borzasztó erős fényt. Ez a fény, ez olyan erős volt, hogy megijedtem, és úgy éreztem, hogy ez a halál, szóval ebben meg lehet halni. Nem tartott soká, rövid ideig tartott, és utána elöntött egy hihetetlen szeretet. Tehát a fény, az a szeretet. És utána aztán megnyugodtam, és rettentő boldog voltam. De azóta csinálom a fényt. Nem szoktam róla beszélni most először. Ezek a fények, amiket én csinálok, és amit én kaptam, hát az közel nincs. Nem beszélhet egymással, de talán valamit tudok továbbadni, így fonalon keresztül, mert hát az elképzelhetetlen volt. Mindjárt a kék madárhoz érünk. Mi lenne? Ennek az az érdekes, hogy lószőrből van. Lófarokszőrből. Ez borzasztó nagy munka, ezt tűvel vartam, és az egész koncepciót a népi keltésztából font madár adta. Mindig én festem a színeket is mindenhez. Már azt mondták, hogy vessem föl a szobát, és már növesszek lent is, meg pamutot is. Ez is lószőr. Ennek mi a címe? Fúzió. Két anyagnak az összekapcsolódása. Ezt szintén az egyik unokám, meg kilenc unokám van. Két fiúból, és ő találta a Dunaparton, és hozta így, hogy nagybaba, ez neked való.
Ezt a fészket verőcén a földön találtam, le volt esve, és megnézem, és jé, ebbe benne vannak az én fonalaim, na hát, de aranyosan, tehát addig ott úgy kiszoktam rakni, száradni a fonalakat, és úgy látszik, onnan csípte meg, szétszedegette, és akkor alá szőttem egy ilyen gyapjú terítőt, és azzal lett a címe, hogy fonalaimból szőtte a madár és én. És azóta mindig kin hagyok fonalat, hogy mindig tudjanak szedni maguknak. Dunaparton találtam ezt a vasdarabot, ezt az építkezésnél használják, de hát már kidobták, mert ronda, de gyönyörű, szépen rá rakodott, meg megrostásodott, és az is a gyönyörű foltokat csinált, és akkor gondoltam, hogy ez lesz a szűk kapu, amin keresztül kell menjünk. Nehéz a szűk kapun átmenni, mert a bő kapun könnyű, és sok mindenki átmegy, de a szűk kapu vezet, ott a nehézségeken kell átpasszírozódni, az vezet föl a fénybe, az Istenhez. És itt van egy arany út, amelyik átmegy a kapun. Igen, ott megy át a nagyon igen, szűk kapun, igen. És megy föl. Igen, és oldalán pedig ugyancsak ott vannak, hogy lehet menni arra is, az nem vezet sehova se. Az Andrással együtt szolgálatot teljesítünk, már ima csoportokat vezetünk a jezsuitáknál. A szemlélődő ima, mindenki naponta egy órát vállal imádkozni, szemlélődve, lecsendesedve. És ez annyira megéri, hogy a napja sokkal praktikusabban, sokkal jobban telik, mint mikor az ember ezt nem csinálja. Szóval nem elveszett idő az az egy óra. A 2000-ben lett életem vágya, hogy műtermem lett, mert előtte csak a lakásban dolgoztam, ahol a két fiamat fölneveltem. És ott volt a nagy szövőszék. Kitalálta az András, a férjem, hogy úgy lehet megoldani, mint itt is látszik, hogy úgy a kereteket úgy szorítókkal hozom össze, és akkora nagy keretet csinálok, amilyen goblent akarok csinálni. Amikor nem kell, akkor kicsavarom a szorítókat, a léceket le lehet tenni, hely van. Borzasztó fontos a mai világban, ahol ugye, ha megnézel egy fiatalt, folyton a fülibe van ez a
Fülhallgató. Fülhallgató. Egyszerűen nem tud magával lenni. Nem tudja megismerni önmagát. Mert csak a zaj, meg a rettenet. Ha az ember nem csendesedik le, akkor nem tud önmagába fordulni, és akkor nem tudja megkapni azt az ajándékot, amit mindenki kaphat. Platón összekapcsolja a transzcendentális tulajdonságokat, az igazságot, a szépséget, a jóságot, a szentséget. És most, amikor ezt a kiállítást van alkalmunk megtekinteni, megcsodálni, itt együtt lenni, én ezt szeretném megköszönni Ritának elsősorban, hogy az ő hivatásának a teljesítésében, amikor láttatni engedi a szépséget, a harmóniát, az ő gyönyörű textíliáin keresztül az isteni szépséget, akkor ezzel hozzájárul ahhoz, hogy jobb emberek legyünk. És én ezt kívánom mindenkinek, aki ma is itt van, és aki majd később belátogat, hogy Rita művészetén keresztül a lelkében harmóniát találjon, és hozzájáruljon ehhez a beteg világ gyógyításához, gyógyulásához, hogy jobb emberek lehessenek, hogy jobb emberek lehessünk az Úristen szándéka szerint. Az Úristen teremtő tervében hol is kezdődik az ember? És amikor Ritának a gyönyörű alkotásait láthatjuk újra és újra, és rajta keresztül a művészetnek a isteni szándékát, csodáját, akkor én magabiztosan és meggyőződéssel mondom, hogy az ember ott kezdődik, ahol az Úristen részt ad az ő teremtményének, a teremtés csodájának továbbvitelében.